Lányi Ferenc és a Képvad Alapítvány biopolitikai ügyének vagyok a koordinátora, és először is szeretném megköszönni, hogy befogadta az intézmény ezt a ma esti kerekasztal beszélgetést. Távol álljon tőlem, hogy bármilyen szinte morális pánikot próbáljunk kelteni a mai estét, de a mások problémájáról, a drog problémáról lesz szó, abból az indítatásról vezérelve, hogy mi szakemberek úgy látjuk, drámai változások zajlottak le az elmúlt néhány évben. A mai este arra tennék kísérletet, hogy egyfajta rövid pillanatképet próbáljunk elvázolni, amely különböző dimenziók mentén fogunk elkövetni, és ehhez hívunk ide szakembereket. Maga a téma kontextusa tulajdonképpen, én azt mondom, egy ilyen hármas hullám lenti rajzolódik ki, amelyből az egyik hullám a dizájnerok megjelenése a 2010-es nagy lehetetlenlázat követően, egy olyan új drogügyi helyzet alakult ki, majd már sajnos nem tudjuk, hogy milyen kábítószerek, milyen drogok vannak jelen az emberek életében, nem tudjuk, hogy mennyien fogyasztanak és hogy mit fogyasztanak. A másik nagyon fontos hullám az a kábítószer prevencióra és a kábítószer kapcsolatos intézmények fejlesztésére fordított összegek drasztikus csökkentése, ami tulajdonképpen ennek a szakágnak a kivéreztetését jelentette. Egyes elképzelések szerint az elmúlt 10 évben ez 95%-kal csökkent, ami azt is jelenti, hogy nincsenek ezek a támogatások. A harmadik legfontosabb hullám az pedig a politikai kommunikáció által megtalált kábítószeres képe, amik az amúgy is rendkívül kirekesztett kábítószer fogyasztó egyik még távolabb tolta a társadalomtól. Ennek a három folyamatnak az eredményeként a kábítószer probléma ismét a 90-es évek végéhez hasonlóan egy ismeretlen és rejtett problémaként áll előttünk. Nem célja mai estének, hogy felvázoljunk megoldásokat, azt gondolom, hogy jelenleg nincsen adekvát szakmai válaszunk ezekre a kihívásokra, mint hogy a korrekt drogdiskurzus sincsen. Valami módon azt szeretnénk, hogy a mai estén ezzel kapcsolatban előre jutnánk. A moderátor segítünk, Ragály Lili lesz majd a mai estén, aki kriminológia hallgató. Vendégeink közül Felbici Katalinnal kezdem. Felbici Katalin az ELTE Pszichológia Intézetének a docense. Tényleg azt gondolom, hogy hosszú évek óta lát rá a magyarországi drogszakma és a drogintézményrendszer felműtésére, annak minden részletét ismeri. Csák Robert egykori jó, hát alkalmazott, most az Alternatíva Alapítványnál Józsefvárosban dolgozik terepet, előtte pedig a Képvad Alapítvány külcsőre programját elősítette. Sárosi Péter, a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, drogriporterként, illetve a drogszakma egyik emblematikus figurájaként, az ártalomcsökkentésben is expert, illetve hát tulajdonképpen ő is kis csapata az, aki nagyon sokunk számára elhozza a nyugati világ ártalomcsökkentő és más típusú drogpolitikájának a témáit. Földes András, az Index újságírója, akitől azt várjuk, hogy a kábítószer használó média reprezentációjával kapcsolatban tárjon majd föl számunkra különböző dimenziókat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a drogszakmában az elmúlt időszakban lezajlott változások sok negatívummal mellett egy újabb pozitív hullám jelentkezik, ez mint a fiatal szakemberek tanítása ebben a térben. Lili tulajdonképpen a felnőtt korának a betöltésétől van jelen a Képvad Alapítvány életében, és mint ilyen nagyon fontos, hogy új nézőpontok érkeznek vele és a kortársaival. Mindenben támogatni fogjuk Lilit a mai estén, és ő lesz ennek a moderátora. Hajrá, én még annyit mondanék el, mielőtt így rögtön rákérdeznék dolgokra, hogy azért tartottam fontosnak, vagy hát igazából megkeresett minket, hogy kicsit ilyen kiüresedetnek látják ezt a drogdiskurzust így ebben a térben. És én is azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert hogy mesterszakon vagyunk, tehát nagyon-nagyon sok felől jöttünk ide. És igazából azt mondom, ez a terepe annak, hogy itt tudunk ilyen multidisziplinális megközelítéssel élni, és szerintem egy szakembernek mind felelőssége és feladata is az, hogy tájékoztasson, meg szemlélet formáljon, meg hogy informálja az embereket az ő adott szakterületéről jobban, tehát hogy így kicsit jobban össze lehessen fűzni a dolgokat, mert talán nagyon sok felől jöttünk. Mindezt szerintem azért fontos, mert hogyha majd innen kikerülünk, akkor szakemberek leszünk, és jó eséllyel többen döntéshozói, meg véleményformálói szerepeket fognak betölteni, és szerintem azoknak az embereknek pedig felelőssége az, hogy foglalkozzanak ilyenfajta társadalmi problémákkal.
Illetve szerintem az is nagyon fontos, hogy a konkrét helyzetet is ismerjük. Mégpedig erre a legjobb példa az, hogy itt az egyetemen is van kábítószerrel kapcsolatos kurzusunk, ahol megtanuljuk ezeknek az elméleti alapjait, tehát tanulunk arra, hogy ártalomcsökkentés, stb. De hogy nekem hiányzik az, hogy beszéljünk arról is, ami konkrétan most mondjuk Budapesten vagy Magyarországon történik ezzel kapcsolatban. És azért hívtuk össze szakértőket, hogy leüljünk és beszéljünk erről, mert szerintem ennek így ez a tere az egyetem. És így meg tudjuk ismerni akkor egymás nézeteit, tapasztalatait, és hát ha valamire jutunk. Ami nekem eszembe jutott, hogy egy ilyen tipikus példa arra, hogy az emberek nincsenek feltétlenül annyira képbe azzal, hogy mi van jelenleg, hogy nagyon sokan abban a hitben élnek, hogyha kábítószer használatról beszélünk, mondjuk injekciós használókról, akkor azok heroint használnak. És hogy hogy is van ez most igazából? Robi? Hát azért ez így volt nagyjából, tehát ez ami azért látszódott, vagy amilyen az ideáltipikus intravénás szerhasználó, az egy heroinista. Volt egyébként az ellátórendszer egy része is erre épült, tehát mondjuk a rehabok, azok tipikusan olyan szolgáltatások, amik mondjuk egy ilyen középkorú, több évtizede heroint használó már a gödör alját elért, és tényleg motivált, leállás felé motivált diástre épült, vagy ennek szólt. És ehhez képest volt egy változás 2010 nyarán, hogy megjelentek Magyarországon is ezek az új típusú szerek, és azért elég gyorsan lecserélték ezt a szert, amit előtte azért nem volt elképzelhető. Tehát azért azt kell tudni, hogy úgy nézett ki a 8. kerületi tűcserének a klienskörre, hogy mondjuk a 2/3 amfetamint injektált, és az 1/3 pedig heroint. És ez változódott le. Az első ilyen szer a mefedron volt, aztán utána jött a hát nagyon sokféle szer. A metiron, a formek, és aztán az MDPV volt, ami még egy jelentős szer volt, és aztán a pentakristály, és aztán utána már nem tudjuk. Tehát most ott tart gyakorlatilag a dolog, tehát először a heroin tűnt el, ami azért furcsa dolog, mert az egy depresszáns, tehát azért alapvetően egy ilyen lenyugtató típusú szer, és ehhez képest a mefedron, vagy ezek a katinonok pedig stimulánsok, tehát azért ezt nem gondolta volna senki, hogy ilyen valaha előállhat, hogy valaki a heroinról átvált valami másik szerre. Úgyhogy ez egy elég érdekes jelenség volt, többféle oka lehet ennek, egyrészt az ár, hogy ezek olcsók voltak, másrészt akkor 2010 nyarán volt egy ilyen pillanatnyi helyzet, ahol nem volt a piacon heroin, illetve a heroin is rossz minőségű volt, tehát az a mefedron, ami akkor elérhető volt, az tiszta volt, olcsó volt, könnyen hozzáférhető volt, tehát azért ezt ne gondoljátok, hogy az internetről rendelték az intravénes szerhasználók a mefedron, hanem itt ők nagyjából azt használják, ami a dealernél van. Ezért volt ez a nagyon gyors váltás a különböző szerektől a mai napig, amikor már most kristálynak hívják, vagy évinek, vagy mi volt még? Zene volt. Ilyen indirekt források vannak. Mondhatjuk, hogy azt sem tudjuk, hogy mit hoználnak jelenleg az emberek? Hát ezt nyugodtan mondhatjuk, mert hogy kérdeztük mondjuk amikor megkérdeztem egy kliens, hogy amúgy oké, hogy itt tényleg 10-ből 9 ember kristályt használ, azt mondja, hogy kristály, de megkérdeztem, hogy amúgy mindig ugyanolyan? Nem. Tehát, hogy ugyanazon a néven nagyon különböző szereket árulnak, tehát sokat akartam kiukodni, hogy ez egy tehát tulajdonképpen kínálati piac, vagy nem fogalmazhatunk így, mert hogy azért az a lényeg, hogy ezek a szerek
legálisak, bizonyos ideig. Amíg ugye most a törvényi szabályozás azóta megváltozott, tehát kicsit gyorsabban kerülhetnek fel a tiltott szerek listájára ezek az új típusú anyagok, amikor valamit betiltanak, akkor a dealer rögtön lecseréli az áru készletét az éppen legális anyagra, hiszen ez neki kisebb kockázat. Tehát így tulajdonképpen azért ez egy nagyon fontos elem, hogy a dealernél mit lehet kapni. Még csak azért annyit tennék hozzá, hogy ne gondolja senki, hogy ez csak is kizárólag az intravénás szerhasználó problémája, mert amit például megjelentek a szintetikus kanabinoidok, tehát például ilyen biofű néven árulnak, tehát a kanabisz használók egy része is azért mondjuk szív ilyen szintetikus füvet, amivel szintén ugyanaz a helyzet, hogy ugyanazon a néven nagyon különböző összetételű anyagokat lehet kapni. Szóval, hogy ez amúgy nem csak és kizárólag ezt a kis, amúgy nagyon-nagyon problémás szerhasználói csoportot, az intravénás szerhasználókat érinti. És akkor még a partira járókról nem beszéltünk, akik mondjuk hiába szeretnének esetleg amfetamint vásárolni, lehet, hogy ők sem amfetamint vásárolnak, hanem valami olyan szert, ami valami designer szerrel felütött fehér por. Úgyhogy nagyjából ez most a helyzet. És egyébként a biofűnél ezt meg lehet különböztetni? Tehát, hogy ez valaki egyértelműen látszik, hogy ez... Hát ez nem, nem, tehát nem olyan a szaga, nem olyan az állaga, tehát ez valamilyen zöld növényi törmelékre rá spriccelt dolog. Tehát ez ugyanúgy fehér porból indul, valamivel feloldják, esetleg acetonnal, tehát a kockázatokról még beszélünk, de hogy ez, és a szaga se olyan, tehát amúgy nyilván ezt azért fel lehet is. Lehet kezelni egy kedvészet problémát, hogy nem tudjuk, hogy amit az emberek használnak, az micsoda? Tehát megkerülhető? Lehet, hogy jártam csak egy információkat, ami, hogy aki bejön hozzánk, nem tudjuk, hogy mit használ. Hát ennek a megállapítására többféle módszer is rendelkezésre állna, mondjuk Nyugat-Európában vannak anonim drogbevizsgáló programok, partikra járnak, tablettatesztelést csinálnak. Magyarországon is van azért olyan, hogy a fecskendőkben lévő maradványszereket bevizsgálják, megnézik, hogy mi van benne. Nyugati-európai országokban olyan is van, hogy próbavásárlásokat csinál a hatóság a drogpiacon. Vannak erre például Hollandiában rendőrtisztek, akik vásárolnak szereket, és akkor azokat ott bevizsgálják. Itt a fő probléma szerintem abból is fakad, hogy jelenleg a drogpiac az egy olyan folyamatos változás állapotában van, ami korábban teljesen ismeretlen volt. Tehát itt korábban egy viszonylag be voltak rögződve azok, hogy milyen szerek vannak a piacon, most meg az van, hogy tényleg akár hónapról hónapra változhat az, hogy mi van. Hiába mondjuk, hogyha megmondja valaki neked, vagy valakinek ott egy szociális munkásnak azt, hogy éppen milyen kémiai képlet az a szer, amit a fogyasztók használnak, ettől még nem biztos, hogy okosabb lesz, mert hogy kutatások erre vonatkozóan nincsenek, hogy azok a szerek azok milyen hatásokkal járnak. Egyébként én azt gondolom, hogy a drogpiac esetében is érvényesül az, amit evolúciónak nevezünk, vagy darwini kiválasztódásnak, tehát gyakorlatilag mind a drogok kiválasztása, mind a bűnszervezetek szempontjából is. Tehát például az, hogy a designer drogok közül a mefedron ilyen nagy sikert ért el, először ugye party drogként terjedt elsősorban azért a mefedron, tehát az éjszakában stimulás euforikus szerként, hasonló anyagként használták, mint az ecstasyt. Annak, hogy ez az ecstasy helyét át tudta venni a mefedron, abban azért nagy szerepe volt annak, hogy a rendőrség elég nagy sikereket ért el az ecstasy elleni küzdelemben. 2008-9-ben nagyon sok ecstasy előállításához használt prekurzor anyagot foglaltak le Dél-Kelet-Ázsiában. Az ecstasynek a hatóanyag az egy MDMA nevű szer. Ennek az előállításához szafról és szafrololaj nevű anyagokra van szükség, amit Dél-Kelet-Ázsiában állítanak jellemzően elő. Ezeket az anyagokat blokkolták elég sikeres rendőrségi akciókkal 2008-9-ben. Egy óriási ecstasy hiány alakult ki a piacon Európában.
és ekkor meg lehet nézni a statisztikákat, hogy az ecstasy tabletták hatóanyag tartalma az így zuhant 2008-9 tájékán. Nagyon rosszak voltak a tabletták, ezeket a fórumokon is lehetett erről olvasni. És ebbe a hiányba, ebbe a lyukba, a piaci lyukba jött be a mefedron. Kellett egy új partidrog, egy olyan szer, ami helyettesíti gyakorlatilag az ecstasyt. A mefedron egyébként a hatásaiban eléggé hasonló, mondjuk a speed, a kokain és az ecstasy háromszög közepén van valahol. És hát ez is mutatja azt, hogy alapvetően a drogpiac az egy keresleti piac, mert hogy hiába szünteted meg egy bizonyos drognak a kínálatát, a kereslet az megmarad. Ha megvan ez a kereslet, akkor meg fogja találni azt az anyagot, vagy azt a kínálatot, ami ezt a keresletet kielégíti. Tehát például, amikor heroin hiány volt 2001-ben, a tálibok betiltották az ópiumtermesztést Afganisztánban. Elég hatékonyan egyébként felégették azoknak a házát, akik ópiummákot termesztettek. És akkor egész Európában egy hatalmas heroin hiány volt, meg Ausztráliában is. Ennek hatására nem az történt, hogy a heroinfogyasztók hirtelen abba hagyták a drogfogyasztást, hanem szépen átálltak más drogoknak a fogyasztására, például a kokain injektálására, ami igazából még sokkal problémásabb volt, mint maga a heroinnak az injektálása. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy gyakran olyan beavatkozásokat eszközlünk a drogpiacon, például a rendőrségi akciók, lefoglalások, amiknek a pontos hatásait nem tudjuk kiszámítani. Tehát sokszor éppen a rendőrségi akciók sikere az, ami még nagyobb problémákhoz tud vezetni a drogpiacon. Kiszámíthatatlan. Azt jutott, eszembe, hogy a mefedronról, hogy anno, amikor ugye ez megjelent, akkor ez konkrétan így a tévében mondták, hogy olcsó, interneten lehet rendelni, legális, olyan, mint a kokain. És ezt miért? És hogy a médiának szerinted mennyiben van ebben felelőssége ilyen szempontból, hogy bejön egy ilyen hír, és akkor... Hát a tömegmédiának szerintem semmiképpen, mert annyira marginálisan és hozzá nem értő módon, és esetlegesen foglalkozik a magyar média, de szerintem talán úgy általánosságban is a világ médiája a drogokkal, de mondjuk beszéljünk most a magyar médiáról, hogy ennek ilyen direkt hatása nem lehet a fogyasztásra. Lehet, hogy egy-két, én mondjuk ezekkel nem találkoztam, teljesen esetlegesen jelentek meg, vagy jelenhetnek meg hírek arról, hogy milyen drogok tűntek föl, de ezek általában olyan hírek, amik nem azokhoz jutnak el, akik ezt fogyasztanák. Tehát általánosságban lehet látni, hogy a fogyasztók, vagy akik nyitottak bármifajta droghasználatra, azok mérföldekkel előrébb járnak, mint az általános média, és nyilván akkor vannak ebben kiugró kivételek, amikor beszámolunk egy-egy jelenségről, de hogyha azt nézem, hogy ez mondjuk a magyar társadalomra milyen hatást tesz, akkor az tényleg elenyésző. Tehát ha csak azt nézem, hogy az MT hírekben, most már 15 éve vagyok újságíró, 15 éve látom napi szinten az MT híreket, tehát hogy ott hogyan kezelik ezt a témát, nincs változás a között, amit 2000-ben olvastam meg, amit most. Tehát lefoglaltak kábítószert. Tehát hogy rendszeresen lefoglaltak 15 kiló kábítószert. Tehát hogy ez tényleg ez olyan, hogy nem tudom, mintha ételnek neveznénk mindent, amit megeszünk és megiszunk. Tehát, hogy nevetséges, és hogy ez 15 kg heroin, 15 kg kokain, 15 kg fű. 15 tű. Igen, tehát igen. Hogy ezek azért lényegi különbségek, és mondom az MTI, amiből azért az ország médiájának a 80%-a dolgozik, az körülbelül ilyen szinten kezeli ezt az ügyet. Viszont másik. Csak ehhez még hozzátenném azt, hogy van egy olyan könyv, hogy Drog 2.0, amit éppen egy újságíró írta arról, hogy a mefedron hogyan robbant be Angliába a köztudatba, és ő csinált egy ilyen Google kereső analízist, hogy amikor megjelent a mefedron, akkor ez a brit bulvár médiában hogy csapódott le. Online médiában rengeteg ilyen headline volt, hogy
egy új halálosan veszélyes szer jelent meg, halálesetek, nagyon veszélyes, stb. És megnézték utána, hogy a Google keresések a mefedron rendelésre, ezekkel párhuzamosan így mentek fel. Tehát, hogy alapvetően attól függetlenül, hogy a média egy ilyen hisztérikus keretbe ábrázolta a mefedront, és úgy, hogy ez egy nagyon veszélyes halálos, éppen ennek volt egy olyan hatása, hogy azok, akik ezt olvasták, fiatalok legalábbis biztos, azok egyre több keresést, vagy egyre többet kerestek. De ez a farkas kiáltók elv miatt van, ami gyakorlatilag évtizedek óta, tudom, 60-as, 70-es évek óta jellemzi a médiát, tehát hogy nincs egy diverzifikált média kép, vagy mostanában jelenik meg valamilyen szinten, hogy oké, a fű az nem halálos, ha füvet lősz otthon, akkor nem biztos, hogy meghalsz. De hogy alapvetően még tényleg itt tartunk, tehát mi most nevetünk, de hogy az átlag újságolvasó az nagyjából ezt tudja, és az a 10 éves gyerek, amikor olvas arról, akkor csak azt látja, hogy kábítószerről írnak, azt írják, hogy halálos, haverjaimmal beszívunk, röhögünk, nincs semmi. Tehát innentől kezdve ő azt mondja, hogy amiről az újságok írnak, hogy halálos szer, az csak is valami fán lehet, és ki kell próbálnunk. Csak azt ehhez szerettem volna egy mondat erejéig hozzászólni, hogy az az én kedvenc társadalmi célú reklámom volt egy olyan 5-6 évvel ezelőttről, amikor még ilyen témakörökben voltak társadalmi célú reklámok, amikor is a kannabisz használat veszélyeiről beszélt a beszélő fej, aki nem látszott, és eközben valaki egy kis kanálban melegítette a heroint. Pont az lett volna a következő kérdésem, hogy szerinted, vagy hát neked nyilván az, de hogy mennyire felelőssége mondjuk egy újságírónak az, hogy egy alapvetően nagyon kirekesztett társadalmi csoport, meg eleve ez a kép, ami a médiában megjelenik, hogy a drogos, akkor az valaki, aki egy sikátorban beszúrja magát, hogy ezt így érzékenyítse. Tehát, hogy szerintem ez egy hitként funkcionál így a valóság meg a társadalom között, és hogy... Nyilván minden, tehát az újságírónak alapvetően az a feladat, hogy bármilyen témában próbáljon meg tényszerűen információkat közölni, és ennek része a drog és az ezzel kapcsolatos témák. Az nagyon nehéz, hogy alapvetően azért az embereket, az olvasókat, a nézőket annyira nem érdekli a drog. Ami lehet jó is, lehet rossz is, most tök mindegy, de hogy ezzel kapcsolatban nagyon nehéz rendszeresen olyan anyagokat előállítani, ami tömegekhez jut el, és utána amit a tömegek aztán megfelelően tudnak kezelni. Tehát a drogot azt emiatt a legegyszerűbb ugye akkor elővenni, vagy akkor szokták elővenni, mikor nem tudom, 17 darab 4 éves drog túladagolásban meghalt, és akkor úristen, és akkor megírják, hogy emiatt a designer drogok miatt, de nagyon nehéz ezt a témát megfelelően kezelni, és itt egyébként akár a politikának lenne a szerepe az, hogy ezt megfelelően tálalják és kezeljék, tehát hogy ebben a szerepben az újságírók nagyon sok esetben inkább követik a történéseket. Tehát, hogy... Ilyen szakpolitikai egy kérdés, hogy a bloghasználókról milyen képen van nekünk az emberekben? Hát ez mondjuk lehetne a szakmapolitikának a feladata, hogy azon töprengjen, hogy hogyan lehetne egy differenciáltabb képet prezentálni a társadalom felé. Általában, hogy a társadalmi problémáknak egy differenciáltabb percepciója vagy észlelete legyen jelen az emberek körében, ez abszolút lehetne a feladata. De hát valójában a politika, hát a politikus is pont olyan, mint amilyenek mi vagyunk, nem? Szóval, hogy a politikus sem sokkal csodálatosabb, mint az utca embere, vagy mint a hétköznapi embere. Tessék? Tehát, hogy a, ilyen értelemben a politikus sem a jó Isten. Nem csak, hát hogy
hogy ennek az első lépését nem biztos, hogy az újságíróknak kéne megtenni, mert nagyon nehéz, tehát az újságíró, vagy a legtöbb újság nyilván olyanról ír egy csomó esetben, ami kirívó, vagy pedig ami érdekli az embereket. Na most a drog üggyel kapcsolatban, a drog úgy általában nem nagyon érdekli a nagy nyilvánosságot. Amikor politikai kommunikáció szinten kell megmutatni az ügyét a függőnös, akkor se érdekli. A politikának mitől állna az érdekében, hogy valamilyen módon könnyítse a droghasználatnak a helyzetét. Holott éppen lehet, azt szeretné, hogy szerintem ez nem, ez közvetlenül miért állna érdekében a politikának? A politikának elvileg az állhatna az érdekében, hogy a társadalom, vagy az emberek, igen, azok differenciált képet alakítsanak ki a társadalmi problémákról. Ez, ami lehetne érdeke a politikának. Ha differenciáltabb képünk lenne általában a társadalmi problémákról, akkor ennek keretében a kábítószer használóról, meg a kábítószer problémáról is lenne valamilyen fajta differenciáltabb olvasatunk. A kábítószer problémának az az izgalmassága egyébként mondjuk kutatói vagy szakmapolitikai szempontból, hogy ez mint csebben a tenger tud visszatükrözni egy csomó problematikus ügyletet, hogy mi hogyan kezeljük a marginalizáltat, hogyan kezeljük a marginalizáltnak a segítőjét, hogy miért van az, hogy mondjuk bizonyos korábban marginalizált csoportokkal kapcsolatos társadalmi észleletek azok megváltoznak, például miért van az, hogy a droghasználóra vonatkozó percepciók azok továbbra is markánsan elutasítóak. Mit kellene tenni, nem értjük magunk, tehát hogy ugye azzal kezdted a beszélgetést, hogy nem tudjuk, hogy mi a helyzet, hozzá tudnám tenni, meg még nem is értjük. Egyébként azért, ha politika és drogok viszonya, akkor érdemes megnézni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban hogyan alakult a kanabiszhoz való hozzáállása a politikának. Hosszú évtizedekig nem lehetett úgy Amerikában sikeres politikus valaki, hogy ne a nagyon, nagyon kemény drogellenes háború jelszavát hirdesse meg. És ez egészen odáig tartott, amíg most itt gyakorlatilag néhány évvel ezelőtt volt egy óriási fordulat az amerikai közvéleményben, aminek hát valószínűleg vannak demográfiai okai is, tehát hogy az a baby boomer generáció felnőtt, akiknek már a 60-as években voltak tapasztalatai a marihuánával, sőt most idősödve ismét kezdtek tapasztalatai lenni a marihuánával, különféle időskori egészségügyi problémák kezelésére. Ugye a gyógyászati marihuánát azt már a 90-es évektől elkezdték legálisan szabályozni, és ez így megváltoztatta teljesen a társadalomnak a képét a marihuánával kapcsolatban. Van egy olyan közvélemény kutatás, amit a 70-es évek óta végeznek az USA-ban. Azt nézi, hogy az emberek hány százaléka támogatja azt, hogy a kanabiszt az alkoholhoz hasonlóan szabályozzák, és meg lehet nézni, hogy így a 2000-es évek elejétől kezdve ez az olló, gyakorlatilag mint egy olló, az ellenzők, akik többségben voltak, meg a támogatók, akik kisebbségben, az így bezárult, majd most már szétnyílt. És most már ugye a 60%-a az Amerikai Egyesült Államok felnőtt lakosságának, az támogatja a kanabisznak a legális szabályozását, és varázsütés szerűen hirtelen egyre több politikus kezdte támogatni ezt az ügyet. És most már ugye 4 olyan állam van az USA-ban, ahol a kanabiszt legálisá tették népszavazások útján, sőt, most már Obama is elkezdett beszélni arról, hogy talán ez nem is olyan rossz ötlet. Miközben mondjuk még az elnök, mondjuk Clinton az még azt mondta, hogy hát ő szívott, de nem tüdőzte le. Igen. Bush az még azt sem ismerte el, hogy szájához ért. Obama már azt mondta, hogy szívott is, és hogy az volt. És te is tudom magam kifejezést. Szóval, hogy azért itt ugye a politika számára ez egy rendkívül kockázatos téma. Azt azért be kell látni, igen. Ez az egész drog téma. Igen, hogy ne toljuk el magunktól ezt a dolgot, tehát azért a politikus a szavazatokra megy, tehát a politikus az azt fogja csinálni, amivel szavazatokat tud nyerni. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilvánvalóan lenne felelőssége is, hiszen a közpénzeket kezelik, de és emiatt
azért én bennem van egy elvárás a döntéshozók felé, hogy legalább jól költsék el a pénzünket, de azért alapvetően azt kell, tehát azért alapvetően ők is a szavazatokra mennek ma. Tehát, hogy amíg a közvéleményben ez nem fordul át, ahogy Amerikában, tehát pontosan onnantól kezdve, ahol 51% már mondjuk támogatja, vagy nem ellenzi a kanabiszfogyasztást, onnantól kezdve hirtelen a politikusok is emellé fognak állni, hiszen többet nyerhetnek vele, mint amennyit vesztetnek. De azt hiszem, hogy most jelen pillanatban nem az elsődleges kérdés ami számunkra, hogy hogyan tudnánk valamilyen legalizációs hangulatot kelteni a politikusok körében, hanem hogy azt például hogyan lehetne elérni, hogy a jelenleg körvonalaiban, vagy csak ilyen amorf körvonalaiban látott és ismert drog problémára valamilyen fajta adekvát választ tudjunk ki nyomni a döntéshozóból, és hogy azt értsük meg, hogy a döntéshozó miért immunis ezzel az egész üggyel kapcsolatban, és hogy miért kedves a döntéshozó számára, hogyha mindenféle ilyen, hát hogy mondjam, ilyen bombókat hallanak, mint mondjuk drogtesztelés, vagy ami ugye borzolta a kedélyeinket az elmúlt hónapokban, hogy vajon miért van az, hogy a közvélemény erre, meg a politikus erre olyan nagyszerűen tud reagálni, és hirtelen örökbe tudja venni ezeket a gondolatokat, és hogyha valami egy kicsikét tegyik, én magam is tudom, hogy nem tudunk eléggé nem tudunk úgy fogalmazni, hogy ez egy fogyasztható és szórakoztató üzenet legyen a nagy közönség számára. Tehát, hogyha valami differenciáltabb mondani valónk van, akkor nem tudjuk ezt úgy megfogalmazni, hogy oda szögeződjenek a képernyő elé, és azt hallgassák, azt a fejtegetést, hogy mondjuk milyen mértékben, hogyan determinált mondjuk a kábítószer használat, meg milyen társadalmi tényezők vezetnek a kábítószer használathoz. Ezzel kapcsolatban mondjuk nekem van egy pozitív meglátásom, a sok nyilvánvalóan alapvetően sötét képen belül, hogy az embereket annyira nem érdekli ez a téma, és ez ebből a szempontból jó, hogy a politikusoknak ezek a teljesen elvakult, ilyen hiszterizáló törekvései, azok szintén behalnak. Tehát amit itt említettél, hogy ugye drogtesztel kapcsolatban elindult egy ilyen kommunikációs hullám, ez teljesen behalt, tehát hogy ennek nyilvánvalóan ennek semmi köze nincs a droghoz, ez egy politikai húzás volt azért, hogy tudjuk, hogy mit mutatnak a közvélemény kutatások, csökken a kormánypártnak a támogatottsága, valamiféleképpen akarták polarizálni és magukhoz vonzani a szavazókat, és volt egy ilyen habonyféle ötlet, hogy akkor szálljunk rá a drogosokra, és ezzel teremtsünk újra ugye ilyen morális tabularázát. Hozzánk, tehát ezzel teremtsünk olyan hangulatot, amiben az emberek újra magukénak érzik a pártot. Ami viszont a mi szempontunkból érdekes, hogy ez teljesen visszhangtalan maradt, így az emberek egy kicsit felbojdultak ilyen-olyan irányba, de nem annyira, hogy ez bárkit is érdekelt volna, és le is szálltak, ahogy látom erről a lóról. Nem tudom, hogy ti szakmailag mennyire látjátok, de... Sajnos nem szálltak le teljesen. Nem? Sem, nem. Hát a kormány tárgyalja jelenleg is az iskolai drogtesztelés lehetőségeit, hogy úgy mondjam. Most már kicsit finomítottak ezen a javaslaton, tehát nem kötelező iskolai drogtesztelést szeretnének bevezetni, amiről hát különféle alkotmányossági aggályok merültek fel, hanem mondjuk önkéntes drogtesztelés, de egyébként nem adta föl a kormány még ezt az ötletet. Ez nem ilyen kihátrálás ebből a dologból, hogy hát most azt nem lehet mondani, hogy ne legyen semmi, miután nagy csindadrattával be. Én ezt valahogy így látom, hogy itt valami lesz, és utána igazából az éle az elveszett ennek a... Hát szerintem ez egy egyszeri kommunikációs blöff volt valóban, igen. De egyébként abban a szempontból kicsit el is érte a célját, mert hogy sokan beszéltek róla elég hosszú ideig, ez téma volt, és sajtóhírek voltak, és stb. Tehát, hogy ennek szerintem ez volt a célja alapvetően. Még amit Kati, te mondtál, arra visszatérve, én azt gondolom, hogy azért nem lehet ezt a drog helyzetet, vagy drog kérdést így elszigetelten nézni, hogy miért áll így a politikus a drog témához. És jelenleg szerintem így minden szociális témához egy teljesen, igen, hasonló hozzáállás
tapasztalunk. Abszolút. Tehát van egy ilyen szemléleti keret, hogy nagyon bonyolult társadalmi problémákra keressünk nagyon egyszerű rendészeti megoldásokat. Gyakorlatilag így lehetne ezt így összefoglalni. Hajléktalanság, szexmunka, drog, mindenféle olyan csoport, ami egy kicsit is eltér a normától. Épp ezt mondtam. És hogy... Mi van akkor, hogyha mondjuk adott esetben pont a kicsilik esetében ennek mondjuk közegészségügyi, tehát hogy ez egy közegészségügyi kérdés is, vagy járványügyi kérdés? Tehát, hát az. Hát ebben az esetben egyértelműen látszik. Az embereket működben, mint most nem arról van szó, hogy most legális a fű vagy nem, hanem hogy... Hát hosszú alappangási idő. Hosszú alappangási idő. Hát ez lehet, hogy így lenne, csak igen, hogy az emberek többsége nem tapasztalja meg a közvetlen ártalmait, vagy kockázatát ennek. Tudjuk azt, hogy óriási probléma a globális felmelegedés, az emberiség mégis úgy él, mintha ez egyáltalán nem létezne ez a probléma. Holott rengeteg tudós meg szakember kiszámolta már azt, hogy ha így ezen a fejlődési pályán halad tovább a bolygó, akkor itt hatalmas katasztrófa lesz, mégis ugyanúgy élünk, mint eddig. Tehát úgy, szerintem a közvélemény ez roppant rövidlátó ezekben a dolgokban, és ezt a droggal szem kapcsolatban se várhatjuk el, hogy belássák azt, hogy úristen, 5 év múlva majd nem tudom, 500 új HIV-fertőzés lesz, és az akkor nekünk évente nem tudom hány milliárd forintba fog kerülni. Ezeket így nem látják be, ezeket a hosszabb távú következményeket. Volt egyébként valaha úgy együttműködés, mármint, hogy a szakemberek és a... meg a civil szféra és mondjuk a kormányzat között ilyen drogügyben, tehát ami úgy... Hát én nem merném azt mondani, hogy most nincsen, csak mindezről nem rendelkezünk közvetlen információval, de... Tehát ugye biztosan most is van egy másik nagy előadó, ahol más civilek ülnek, és már, tehát ugye ezt én egyáltalán nem gondolom, hogy ne így lenne. Egyébként volt, de hát nyilvánvaló módon az én percepcióm torzít, mert én akkor ugyebár ennek a szakmapolitikai intézményrendszernek a része voltam, és akkor valóban mi úgy gondoltuk, hogy mi minden civil szervezettel, tehát az első nemzeti drogstratégiai Magyarországnak 2000 decemberében került elfogadásra, akkor volt egy Fidesz kormány hatalmon, amiben volt egy kiváló helyettes államtitkár felelős a drogügyekért, aki a civil szférából jött, ő maga, és rendkívül intenzív kapcsolatokat ápolt, és megteremtette tulajdonképpen a kormányzat és a civil szféra közötti intenzív kommunikációnak az intézményrendszerét, ami akkor nem volt annyira kodifikált intézményrendszer, de minden esetre nagyon egyértelmű volt, hogy minden kérdésben Magyarországon a drogprobléma kezelését 80%-ban a civil szervezetek, hogy mondjam, próbálják megvalósítani. Vagy legalábbis mondjuk 2010-re vonatkozólag ezt bátran mondhatom, hogy így volt. Tehát, tessék? Hát most ugye nem, mostan nagyon bizonytalanok a dolgok, amiket mondani tudunk, mert nagyon kevés információ áll a rendelkezésünkre. Tehát mondjuk nem ez volt ugyan a kérdésed, de azért erre is válaszolok, hogy most mondjuk nem tudnánk megmondani, hogy hány iskolában van egészségfejlesztési és vagy drogprevenciós program. Ezt nem tudjuk megmondani. Hetente a két iskolában nem tudok. Bocsáss meg! Hetente kell, hogy két iskolában nem tudok. Ugye a biofilter rosszulnak összefoglalni a kis látható sokkal, és heti rendszeresége jár. És hát tehát, is... hogy ezt nem tudjuk megmondani, bocsáss meg, mindjárt hagylak téged szózni. Azt se tudjuk megmondani egyébként, hogy mondjuk hány olyan szervezet van Magyarországon, aki elvileg képes lenne mondjuk iskolai szintéren drogprevenciós programot megvalósítani. Csak hát ugye ez is akkreditációhoz kötött lett, és hogy ez mennyiben... Tudom. Szakmai ajánláshoz, hogy most precízek legyünk. Igen. Ez mennyiben volt, akkor igazából nem volt képes. Nem, a szakmai ajánlás az nem fialtatja a programokat. A szakmai ajánlásnak annak az lenne, vagy valamilyen fajta tanúsítványnak az lenne a jelentősége, hogy el tudjuk különíteni egymástól a kevésbé jót, meg a jót. Vagy az ígéretest, meg a biztosan... károsat. Azaz. biztosan károsat. De ettől nem lesznek többen a programok. Tehát csak annyi volt Magyarországon mondjuk 136 olyan szervezet 2009-ben, amelyik iskolai szintéren drogprevenciós tevékenységet valósított meg. Ezeknek volt 233 programjuk.
Jelen pillanatban van 19 olyan program, amelyik rendelkezik szakmai tanúsítvánnyal. De ugyanakkor az iskolákban nem csak a szakmai ajánlással rendelkező programok jutnak be. És hát ugye arról ne feledkezzünk meg, hogy van egy törvény, a közoktatási törvény, és annak ahhoz kapcsolódó kormányrendelet, ami szabályozná a helyzetet, hogy az iskolába ugye csak azok a programok juthatnak be, vagy köznevelési intézményben csak az a program valósíthat meg ilyen tevékenységet, amelyik rendelkezik, esetünkben konkrétan az OFI szakmai ajánlásával. De mint hogy az iskolák, tehát hogy mondjam, én nem az iskolákat kárhoztatom azért, hogy bejut oda egy csomó minden más is, hanem hát nyilvánvaló módon abban az esetben, hogyha az iskola érzékeli a problémát, akkor erre megoldást próbál keresni. A pedagógus az meg gyárilag úgy van hangolva, hogy megoldja a problémát. Azzal oldja meg, ami éppen a keze ügyében van. Tehát nem válogat. Tessék? Csak hogy mondjuk rendőrfőben. Hát mert hogy ezek... Ez, pontosan. De hogy kérdésként, de az, hogy például a büntetőjogilag ez most ennyire erősen szankcionált, pont ebbe a cikkbe volt, nem tudom pontosan, pont emeltet ki, hogy a kislány, hogy ő volt a bűnöző. Tehát, hogy rosszul lett, mentőt hívtak rá, és hogy ő volt a bűnöző, és hogy egy bűnözőnek ilyen. Ez egy trend. Ez nagyon súlyos irányba mutat, mert akkor... Ez egy trend, amire az Országos Kriminológiai Intézet is felhívta a figyelmet, hogy egyre több olyan eset van, amikor rosszul lévő tanulóhoz az iskola kihívja a rendőrséget, vagy hogyha valaki bekerül kórházba, egészségügyi intézménybe, akkor ott az egészségügyi dolgozó értesíti a rendőrséget. Mi a TASZ-nál foglalkoztunk is ezzel a kérdéssel, és írtunk egy levelet erről az Országos Tiszti Főorvosnak, és arra kértük, hogy küldjenek egy ilyen körlevelet az egészségügyi intézményeknek, és hogy hívják föl őket arra, hogy ez jogsértő, hogyha ők értesítik a rendőrséget, és ezt az Országos Tiszti Főorvos ezt meg is tette, tehát felhívta erre az egészségügyi dolgozókat. Az iskolák esetében ott meg egy ilyen tanástalanság van gyakorlatilag a pedagógusok részéről, hogy így ők azt gondolják, hogy a rendőrt kihívják, akkor az segíteni fog. Még akár a diáknak is, aki rosszul lett, mert ők azt gondolják, hogy majd a rendőr segít felderíteni, hogy kitől vásárolta, és akkor majd így megszűnik ez a probléma. A rendőr az ugyanakkor odajön, hivatalból neki eljárást kell indítani a fogyasztóval szemben, de hát a nagyon legritkább esetben van kapacitása, vagy akár lelkesedése a rendőrnek arra, hogy elkezdjen nyomozni a terjesztőre, tehát gyakorlatilag ez... akkor az lesz az eredménye, hogy a fogyasztókat, a tanulókat kriminalizálják, és hát ez meg is látszik azért a statisztikákban, tehát mondjuk, hogy azért 10-ből 9 esetben fogyasztói típusú magatartás szemben indul eljárás Magyarországon a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetén, és ezeknek is a nagy része az alkalmi kanabiszfogyasztó, vagy most már szinti fű fogyasztó is. Hozzáteszem, ez a probléma, hogy szinti fű, ez Hollandiában nem nagyon létezik, ahol ugye kafésopokban felnőttek vásárolhatnak természetes kanabisz növény. Hollandiában érdekes módon ez a szinti fű hullám, ez nincsen. De ugye egyébként azt te tudod még, Robi, még mint fókuszpont, hogy ezeknek az új típusú pszichoaktív szereknek az elterjedtsége az baromira nem kiegyensúlyozott Európában, tehát hogy azért ezekben
a közép-kelet-európai országokban, meg bizonyos országokban lényegesen jelentékenyebb, tehát ez nem probléma, korán sem ekkora probléma ez Németországban, vagy Hollandiában, persze, mint amekkora probléma mi nálunk. Igen, azért nagyon-nagyon sok tényezőből áll össze az, hogy Magyarországon ez a szituáció előállt. Tehát azért, hogyha én a végpontból nézzük, az a helyzet, hogy valakik egy sokkal kockázatosabb szert használnak, tehát ezekről a designer szerekről, és a szintetikus fűről is, most már a klinikai tapasztalatokból lehet tudni, hogy sokkal, sokkal gyakrabban okoznak, és sokkal súlyosabb mentális és fizikai problémákat okoznak, mint mondjuk a klasszikus szerek. Tehát, hogy ez most már nem egy ilyen tip, hanem hogy ezt lehet tudni. És innen nézve teljesen irracionális az, hogy valaki egy ilyen szert kezdjen el használni, amiről tudjuk, hogy nagyon veszélyes, vagy veszélyesebb, mint valami más. Tehát, tehát azért ebben, hogy ez a szituáció kialakuljon, azért benne van jogi szabályozás. Tehát az, hogy kriminalizáljuk a droghasználatot, hogy nyilván az egyszerű használó igyekszik elmenni a kevésbé kockázatos szere felé, ami most ebben a pillanatban kevésbé kockázatos, mert mondjuk nem tudnak leültetni érte. És akkor ott van a másik oldalról mondjuk az iskolai prevenciós programok, hogy most előállt egy olyan szituáció, hogy jóval kevesebb ilyen program van az iskolákban, és valahogy a törvényozó vagy a jogszabályalkotó akaratával pont ellentétesen nem az állt elő, hogy jobb programok vannak az iskolában, hanem az állt elő, hogy nincsenek, vagy nagyon kevés. És akkor persze a rendőr ott van, és akkor meg, hogy tartsál már egy osztályfőnöki órát a drogokról. És akkor bemegy a rendőr, és megtartja amit... Igen. Mit mondasz? Nem szabad. Tehát, hogy nagyon sok tényező hat egyszerre, hogy kialakuljon egy ilyen szituáció, amiben nagyon nagy arányban fogyasztanak szintetikus szereket, és egyébként az például a BSK-i lefoglalásokból tudjuk, hogy most arra meghaladta a lefoglalások számában ezeknek a műfüveknek, műfüvek lefoglalása száma meghaladta a cannabis lefoglalások számát. Tehát azért, tehát a lefoglalások száma az azért jobban mutatja, tehát itt nem a súlyról beszélünk, a darabszámról. Tehát itt egy a nem tudom, 50 kilós fogás a dealernél, meg egy, amikor valakinek a zsebébe találnak valamennyi füvet, és azért ez tehát jobban mutatja, hogy mi a helyzet a piacon aktuálisan, mint mondjuk az, hogy mennyi kiló valamilyen szert foglaltak le, és azért ez ebből a szempontból szerintem eléggé, nem tudom, hát tragédia. De csak is ezen pont a fontos jelentőség vagy célja a drognekülző programok, hogy a tudatosságot erősítjük, a nemzeti tudatosságot, és hát a rendőrség erre nem lesz képes. Amikor ott van, defedron hullám, a holland közszokát a TV-n forgatott egy házi buliban, és rendeltek defedront, kihozta a futár, beszippantották, és kérdezte a holland körgyalánytól, hogy amikor beteszed a borróba, arról tudod, hogy micsoda? És mondta, hogy nem. És mondta, megkérdem még egyszer, amit most beszippantottál bele a testedre, tudod-e, hogy egyáltalán micsoda? És mondta, hogy nem. És azt mondta, hogy nem raktam normálisan. Tehát eljutunk oda, hogy az a kisebb kockázat, hogy valamit beszippant, amiről tényleg nulla fogalma van, hogy mi. Semmi. És hogy ezt mondhatja nekünk van a tiltó drogpolitikának a csődjét, hogy nem is tudjuk internalizálni azt a fiatalokban, vagy egyébként tudatosan kell nyúlnom az erőforrásokhoz, vagy nevet mondom, vagy ha nem mondok nevet, akkor nekem egy pici képen lenne arról. És hogy most ott tartunk, hogy mindenki olyan szert használ, amiről nem tudja, hogy micsoda. Kollektív. Mert egyébként attól, hogy mondjuk kristályt használ, mondjuk MDMA kristályt használ, mert egyébként mondjuk marihuana. De nagyjából az a kétszer az, amiről lehetnék tudni, hogy talán az aminek látszik. Igen. Minden hát, más teljesen. Ahhoz is kell egy bizonyos fokú tájékozottság. Tehát... Hogy egyáltalán tudjuk, hogy az MDMA is. Nem, csak hogy éppen ezt akartam mondani, hogy egyébként például pontosan ez lenne az az elem, amit az iskolai prevenciós aktivitásokban rendkívül jól meg lehetne ragadni, vagy amire rá lehetne kapcsolódni, mert ugye a gyerekek azok például arra baromira érzékenyek, hogy megnézzék a különböző táplálékokon, hogy mégis mi van benne. Tehát ez a környezeti
szempontok, meg hogy milyen tartósító, meg színező, meg nem, nyilván nem mindenki, de azért minden osztályban, minden hetedik osztályban biztos van néhány gyerek, aki erre kifejezetten rá tud kapcsolódni, meg erre van már neki tapasztalata, hogy ő el szokta olvasgatni, hogy mi van rajta, meg tehát ez valami, amiről lehetne, amiből ki lehetne indulni, hogy tényleg nem tudják, hogy mi az, amit bevesznek, tehát bármit, és fogalmuk sincsen. És hogy hát legalább el kéne olvasni, hogy mik az összetevők. Na, de hát az nincsen ráírva. Csak hát itt kéne elszakadni ugye attól a képtől, hogy drog egyenlő halál. Hát persze. Ami most van. És onnantól kezdve, hogy valaki azt mondja, hogy vannak kevésbé káros drogok, meg vannak nagyon káros drogok, most a jelenlegi közhangulatban nagyon könnyen bármi támadhatóvá. Nem hát tudom, hogy ezt bárki vállalná-e mondjuk egy tanár, hogy azt mondja, hogy gyerekek, hát a fű az kevésbé káros. Hát én minden esetre, amikor tanítom a tanárszakosokat, akkor szoktam nekik mondani, hogy ezt érdemes itt ebben elgondolkodni, hogy ezt úgy mérlegelni, hogy vajon melyik állításnak az igazságtartalma, mekkora, mennyire igaz az, hogy ugye a szakemberek körében, tehát Magyarországon a szakemberek körében is uralkodott egy periódusban az a vélekedés, erre bizonyára ti jól emlékeztek, hogy ez a hard és soft megkülönböztetést, ezt kerüljük, mert kábítószer az kábítószer. Emlékeztek erre? Hát vagy a drog az drog, jó. De hogy holott ez egy borzasztó egyébként tényleg rendkívül veszélyes gondolat. Ugye Magyarországon, amikor még voltak úgynevezett lakossági epidemiológiai vizsgálatok, tehát amikor ugye ilyen reprezentatív mintán vizsgálták, hogy milyen a kábítószer használatnak az elterjedtsége, meg milyen attitűdöket nyilvánít a népesség a kábítószer problémával összefüggésben, akkor a felnőtt népességben lebonyolított vizsgálatok keretében az úgynevezett droghasználati piramist fel lehetett rajzolni, ami azt mutatta, hogy az, aki mondjuk marihuánát használ, tekintsük a száznak, az milyen mértékben használ más szereket. És akkor az derült ki, hogy Magyarországon az emberek azok mindenevők. Tehát egy úgynevezett meredek droghasználati piramist sikerült felrajzolni, és én nekem ez ugye nem saját kutatásom, hanem a kolléganőmnek a kutatás, és én mindig azon gondolkodtam, hogy vajon azt, hogy mi nálunk az a kommunikáció uralkodik, hogy a drog az drog, az vajon nem járul-e ahhoz hozzá, hogy az emberek azok, tehát ugye mi, mint magyar népesség, egy ilyen droghasználati piramist tudunk kirajzolni, tehát aki használ, kevesen használnak relatíve a felnőtt népességben, de aki használ, az mindenevő. És hogy annak mindegy tulajdonképpen, hogy tehát pontosan ez is alapozhatja meg, hogy hát ha most éppen ez van a piacon, akkor pont ezt fogom használni. Azt majd ti vitassátok meg, mert itten ti nem értetek egyet, a Péter az azt mondja, hogy keresleti, te az imént még azt mondtad, hogy kínálati piac van. Nem, én mondtam. Te mondtad, bocsánat. Én mondtam, de én a 8. kerületi intravénes szerre szerint, hogy ők azért nem, tehát ők azt veszik, amit árulnak, tehát hogy igen. Mondjuk a... Nincsen, mondjuk van 50 forintos egyik, azért jó mutatja, hogy sok mindent lehet kapni. Egyébként azért ezt a dolgot visszakanyaríthatnánk oda is, hogy alapvetően van egy nagy félreértés azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy drog. Hát persze. Mert hogy egy ilyen tudathasadás, hogy ugye azt, a magyar embereknek a többsége az azt gondolja, hogy van a drog, meg van az alkohol, meg a cigaretta. Mondjuk az ENSZ egészségügyi világszervezetének a drog definíciója, az mindezeket magába foglalja. Tehát minden olyan szer drog, ami a kémiai anyag és a központi idegrendszerre hat, és tudatmódosítást okoz. Tehát az alkohol is drog definíció szerint. Aztán ugye a kábítószer az egy jogi műszó arra, hogy vannak illegális drogok is. És hogy azért itt most nagyon dramatizáljuk az illegális szereknek és a designer drogoknak a veszélyeit, de azért ne felejtsük el, hogy még mindig messze az alkohol a legproblémásabb szer ma Magyarországon, mind a halálesetek, mind a megbetegedések számát tekintve, és az a tudatosodás, hogy az emberek többsége azt gondolja, hogy az alkohol az jóval kevésbé veszélyes, mint akár
akár a cannabis, ami ugye az illegális szerek közül talán mondhatjuk, hogy a legkevésbé veszélyes, ez olyan magas szinten is tetten érhető, mint például az Alkotmánybíróságnak a 2004-es droghatározata, amit ugye Lévai tanár úr és sokan mások is kritizáltak annak idején, aminek ugye az volt az egyik mondása, hogy a magyar társadalom az alkohollal már megtanult együtt élni, az alkohol az sokkal kevésbé veszélyes, mint a különféle kábítószerek, és hogy ez indokolja azt, hogy azok a kábítószerek fogyasztásának a büntetőjogi fenyegetettségét fenn kell tartani, míg az alkoholét azt nem. Hát ugye ez egy olyan mítosz, ami nagyon mélyen benne van a társadalomban. Egyszer csináltunk egy közvélemény kutatást is 2007-ben, hogy rangsorolják a drogokat veszély szerint, és akkor az embereknek a 70%-a az a pálinkát sokkal kevésbé veszélyesnek sorolta be, mint egyetlen egy marihuánás cigit, spanglit. Tehát, hogy ez is jellemzi a közgondolkodást. Ez azt hiszem talán egyébként nemzetközi, a Facebookon terjedt ez a nagyon izgalmas ábra, amely minden egyes szerhez két oszlopot reprezentált. Az egyik, hogy mi a valós veszélyessége, és mit gondolnak róla az emberek. És ugye azt hiszem, hogy ez egy nemzetközi kutatásnak volt az eredménye, nem tudom, hogy láttátok-e, és ott volt a... De ez nem az volt, amit az angol, van egy ilyen tanácsadó testülete a brit kormánynak, és akkor csináltak egy olyan vizsgálatot, hogy vannak a klinikai tünetek, fiziológiai hatásai az egyes anyagoknak, és a társadalmi veszélyesség. És ebből egy ilyen globális harm index. Két különböző dologról beszéltek, ezt az egyik... Ezt a Facebook publikálta. Szerintem két dologról beszéltek, az egyik az egy korábbi vizsgálat, amit David Nutt, brit professzor csinált, amiben összehasonlították 20 különféle szernek a kockázatait, ugyanazokból a szempontokból, tehát hogy függőségi potenciál, bűncselekmények, közlekedési balesetek, erőszak, stb. És akkor 20 ilyen szer volt, és akkor az jött ki, hogy az alkohol az a, nem is tudom, 5. helyre került, a cannabis az a 11. helyre került, és akkor ez így sok embert így meglepett, és ki is rúgták David Nuttot a brit tanácsadói testületből gyorsan. Különösen miután azt nyilatkozta, hogy az ecstasy az körülbelül annyira veszélyes, mint a lovaglás. Az már sok volt, és akkor a belügyminiszter emiatt őt ki is rúgta a tanácsadói testületből. Tanácsadás és is nagyon veszélyes, azt utána. Igen. És amiről meg te beszélsz, ez egy ilyen új vizsgálat, ami ilyen toxikológiai szempontból mérték össze. Azt hiszem, hogy ott több különböző dolgot egyesítettek az egyik, a veszély oszlopba, és utána volt, gondolom, egy ilyen közvéleménykutatás, hogy valójában mit gondolnak az adott szerről. Nem, a legújabb, ami most terjedt, abban nem volt benne ez, amit gondolnak róla, az csak is kizárólag toxikológiai szempontból nézte a drogokat, hogy az átlagos használói dózis és a halálos dózis közötti különbségnek a viszonya milyen, és akkor ebből az jött ki, hogy ez volt a szalagcímek a médiában, hogy a cannabis 200-szor, vagy az alkohol 200-szor veszélyesebb, mint az alkohol. Toxikológiai szempontból persze, azért a drog veszélyességnek egyébként nagyon sok más szempontja van. Hogyha kérdezzük a vízelderdő dolgalást az amerikai legalizációs hullámban, és mondjuk a magyarországi kábítószer politikát, a politikai kommunikációt és a kábítószer használók ellen visel kormányzatunk, mennyire tekintető ez új típusú drog problémának, amivel most nézünk a szemben, és miben új típusú? Hát mindenképpen, mindenképpen új, mert azt hiszem, hogy a kormányzati kommunikációnak arra mondjuk relatíve kevés hatása van, hogy egyáltalán megjelen, tehát hogy tanulni lehetünk ennek az új típusú pszichoaktív szerrobbanásnak. És hát végül is ugyan azt mondtam, hogy Európa nagyon inhomogén ebből a tekintetből, de azért mégiscsak az a helyzet, hogy 2000 óta 410 új anyag jelent meg Európában. Tehát ez azért egy relatív, és 2005-ig megjelent mondjuk 12, és 2006-tól kezdődően jelent meg az összes többi.
Tehát, hogy ez egy viszonylag, hogy mondjam, tehát ez független Magyarországtól és független attól, hogy milyen a kormányzati kommunikáció ebben a tárgykörben. Az, hogy hogyan reagálunk erre a problémára, az egy másnapra tartozó dolog, és az az én megítélésem szerint a legkevésbé sem célra vezető. Tehát, hogy itt egyfajta semmittevés folyik szakpolitika szempontjából ezen a területen. Tehát nincsenek erős mondások, nincsenek erős akaratok, és nincsenek konzekvensen végigvitt programok. Tehát még kevés pénzből is lehetne sokkal többet csinálni, mint amit aktuálisan csinálunk. És hát a pénz az drámaian kevesebb, mint volt. De azért nem annyira kevés, pláne akkor, hogyha például azokat a különböző természetű forrásokat megpróbálnánk összefésülni, egyáltalán tudnánk, hogy mennyi pénzt költünk. Magyarországon az elmúlt időben, 2007 és 2013 között, az úgynevezett társadalmi megújulás operatív programja keretében, ami egészen brutális mennyiségű pénz állt rendelkezésre. Ebből a társadalmi megújulás operatív programjában különböző ilyen fő címek alatt rengeteg pénz ment valamilyen módon a kábítószer problémával összefüggő dolgokra, bűnmegelőzési tevékenység keretében, egészségfejlesztési programok keretében. Hihetetlen mennyiségű pénz ment el, de szerintem senki nincs ma Magyarországon abban a helyzetben, hogy meg tudnám mondani, hogy ki avatkozott be, mibe avatkozott be, milyen eredményességgel és pontosan mennyi pénzt költött erre. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy ilyen, tehát ilyen közigazgatási szempontból szerintem felfoghatatlan történésnek vagyunk a tanúi. Mert így aztán azt se tudjuk, tehát tényleg nem tudjuk, hogy mik a valós szükségletek. Nem tudjuk, hogy mik a nem minden esetben tudjuk, hogy mik a rendelkezésre álló szolgáltatások. Szóval, hogy valóban itt ilyen súlyos tudatlanság van, ezt pedig át lehet, tehát hogy ezen lehetne segíteni. És ehhez nem pénz kellene, hanem koncepció. Nem tudom, hogy mennyire látom jól, hogy ami viszont történik hivatalos szinten, az nem, hogy semleges, nem hogy javít, hanem tulajdonképpen ront. Én ezt így látom. Nem tudjuk, mert nem is, sosem mértük. Fogalmunk sincs, hogy használ vagy de árt. De azt leszögezhetjük, hogyha nem tudjuk, az rossz. Igen. Tehát az nem teszi lehetővé azt, hogy reagáljunk, hogy lépjünk, hogy megelőzzünk. Tehát, és mivel gátolva van, hogy tudjuk, hiszen programok állnak le, emberek vannak megfélemlítve, hogy mondjuk adott esetben megfelelő tájékoztatást nyújtsanak, az, amit most tapasztalunk, az valamilyen szinten, de káros. Hát plusz, hogy azért eléggé lefolyik ez az ilyen moralizáló drogosozás, aki már akár most ebben neked fertőzött is, és cigány is, és még, és akkor így. Egyébként szinten megy a drogosodás, a másik ember egy drogosodás, a politikai korrupciáció egy fontos szempont, ez azért szerint a drogosodás és a buzizásnak a kategóriának. De ez megint nem egy magyar specifikum. Persze, tehát azért azt szeretném mondani, hogy a kábítószer használói, a drog probléma, az mindig egy morális térben értelmeződött, mert ugye ez egy... nem, hanem ugye van egy ilyen... Jézus Máriám, szakpolitikák kategorizálására vonatkozó törekvés, amelyik azt mondja, hogy ugye vannak a jó struktúrált problémák, most ilyet nem tudnék mondani, ha valami eszetekbe jut, szóljatok, és vannak azok tehát vannak olyan problémák, amik jó struktúráltak, és tudjuk, hogy hogyan kellene azokat kezelni, vannak olyanok, amelyek kevésbé jó struktúráltak, de van valami elgondolásunk a kezelésüknek a módjáról, és vannak azok a problémák, amelyiknek a kezelés módjáról semmilyen fajta társadalmi konszenzus nincsen. Most a drog probléma az jelesen egy olyan probléma, ami az ilyen bizonytalan, mert nem tudjuk, hogy miért van, nem tudjuk, hogy kellene kezelni, és nincs a környezetében társadalmi konszenzus. És tudunk még ilyen problémát mondani, nem csak Magyarországon, hanem úgy általában a társadalmi problémák környezetében, hajléktalanság, szegénység, prostitúció, és még sorolhatnám.
nem tudjuk, hogy nincs társadalmi konszenzus. Lehet-e hibáztatni a prostituáltat, a drogost, a hajléktalant, a nem tudom kicsodát, a szegényt, a sorsáért? Hát csak, hogy alapvetően azért az elmúlt 20 évben ennek volt egy fejlődési vonala, mind az ártalomcsökkentésben, hogy azért ez eljutott egy olyan szintre, hogy akkor akik értenek hozzá, azok foglalkoznak ezzel valamennyire, és most meg ez így. Én egyébként nem gondolom azt, hogy minden ember, aki a kormányzati pozícióban ül, az valami gonosz ember lenne, akinek rossz szándékai vannak. Gyakran a kormányon belül is különböző törekvések jelennek meg, azt is kell látni. Tehát mondjuk van nekünk egy emberi erőforrások minisztériuma, azon belül van ugye a drogkoordináció, ami hoz egy olyan jogszabályt, rendeletet. A rendelet, ez rendeleti szinten volt szabályozva. Melyikről beszélünk? A akkreditáció, a prevenció. Nem. Kormányrendelet. Kormányrendelet, jó. De minden esetre az elmihez fűződik alapvetően, hogy az iskolai egészségfejlesztő programokat akkreditálni kell. És hogy akkor drogprevenciós program az ne kerülhessen be az iskolába, amelyik nincsen, ami nem rendelkezik ezzel a szakmai eljárással. Emellett a belügyminisztérium viszont felépít egy ezzel párhuzamos rendszert, ami megyei rendőrkapitányság szinten elkülönítenek egy drogprevenciós tanácsadót, minden megyében van egy rendőrségi drogprevenciós tanácsadó, és a médiában óriási csinnadrattával ezt reklámozzák, hogy létrejött az új drogprevenciós rendszer, szülők és iskolák forduljanak nyugodtan a rendőrségi drogprevenciós szakemberekhez, akik viszont nem rendelkeznek a kormány, az OFI-nek a szakmai ajánlásával, és úgy jutnak be az iskolákba. Tehát, hogy egy ilyen párhuzamos dolog van. Vagy például az, hogy van egy nemzeti drogstratégiánk, ami azt mondja, hogy a tűcsere programokhoz való hozzáférés az egy fontos cél. Ez de benne van a nemzeti drogstratégiában. De viszont 2020-ra megszűnik. Hát a probléma, de... Igen, hát az a cél, ugye az is bekerült a drogstratégiába, a pletykák szerint a miniszterelnöknek a közvetlen javaslatára, hogy 2020-ra drogmentessé kell tenni Magyarországot. De hogy egyébként benne van az is a drogstratégiában, hogy a tűcsere programokat kell támogatni. Ezzel visz Kocsis Máté polgármester, aki egyébként megszavazta ezt a drogstratégiát a parlamentben, ő utána ezzel teljesen ellentétes állításokat tesz a médiában. És ebben mire jutunk? Csak azt mondom, hogy különböző, tehát hogy gyakran egymásnak ellentmondó dolgokat csinál a kormány. Vagy egy hónappal később reggelben volt egy konferencián, a családsegítősök sírva mondták el, hogy ez a kábítószer probléma, mert a falvakkal találkoznak, hogy ez soha nem látott probléma. Hogy konkrétan injekció szervasztán vannak a falvakban. Amivel nem tudunk mihez kellett, mert azt sem tudjuk, hogy van-e. Hogy a józsefvárosi drogszcéna láthatatlan volt nagyjából a 90-es évek elejétől 2006-ig. Most megint láthatatlan, hogy a körút másik oldalán van. Akkor mi történik magad? Mi történik a kis elesi falakban, a Borsodon, vagy a Hétesen, ahol azt látjuk, és az információk jönnek vissza, például egy gyermekről valóban, hogy az oda bekerülő gyerekek beszámolnak arról, hogy 14 évesen kábítószert árultak hosszú hónapokon keresztül lakásokban. Uh-huh. És amikor megkérdezem tőle, hogy kicsit leellenőrizni, hogy egyébként milyen tűnt használ, akkor elvágja a mikrofáj, akkor az ember azt mondja, hogy valóban közel lehet a problémát. Mert máshogy honnan tudnál, hogy ilyen gyakorlatilag vannak, hogy 12,6 G-s tűnt állítottak, vagy adtak oda. Tehát valószínűleg van egy olyan láthatatlan részt a problémának, amit a rendőrség vagy eltakar, vagy nem lát. De hogy gyorsul az üteme ennek, és hogy pont ebben a tragikus gyorsulásban nincsen semmilyen szakmai pozíció, sem forrás, sem támogatás, és így állunk és nézünk. De azért kérdeztem, hogy vajon egy viszonyú probléma el, amivel szemben kérdezünk, vagy pedig egy végig problémának az elhalkuló változat. Mert amíg ezt nem tisztelt adni, meg most én úgy lehetően újra, mint a 2000-es évek elején, és megint kerülünk a tényébe, és elmondjuk, hogy nincsen dolgmentes világ, és sziasztok, a tűcsere, az egy tök jó dolog,
szerintem nem ennyire kell nulláról kezdeni, de mondjuk, hogyha én nekem, tehát én mondhatnék valamit, és ezt meg is hallgatnám valaki, akkor azért azt mondanám, hogy hát akkor, hogyha vannak ilyen, mert hogy amiket te most mondasz, ezek a sporadikus információk, ezekről azért már körülbelül egy éve lehet hallani. Körülbelül egy éve, hogy akár Budapesthez közeli településeken is, 14 éves, lepukkant, marginalizált cigány gyerekek, azok, akik árulják az anyagot, házhoz megy a díler, stb. Szóval minden, ezeket lehetett hallani, és hogy erről kellene, hát ezt azért verifikálni kell ezt az információt. De hát ha már 26 helyről halljuk, akkor azért lehet, hogy van valami mögötte. Tehát nyilvánvaló módon kutatás kellene. Nyilvánvaló módon önkormányzati, tehát az lenne jó, hogyha az önkormányzat gazdája lenne a településnek. Hogy az önkormányzatokkal, igen, tehát bizonyos dolgokat igen újra kell kezdeni, mert ez felülről nem fog megoldódni. Ez biztos. Azt gondolkoztam, hogy például azzal, hogy mondjuk a józsefvárosi tűcsere bezárt, én is ott önkérteskedtem 3 évet, és hogy szerintem nem csak ők vesztettek ezzel nagyon sokat, hanem így a szakmai oldal is, mert hogy ez egy szociológus vagy szocmunkás számára egy olyan terep volt, ahol kismillió olyan tőke volt, ahonnan ő mondjuk akár kutathatott. Tehát, hogy ez ilyen két oldalú valami. Ez még a kisebb veszteség szerintem. Hát igen, de mert mondjuk most hol fognak hepatitis C és HIV szűrést csinálni? Ugye. Tehát honnan fogjuk tudni, hogy hol tart a járvány? Honnan? Azt mondja, hogy egyetlen kiszűrű HIV-fertőzöttünket mutatíven, mert ott viszont több másik emberrel színkészen, azért azt jelenti, hogy ő is várhatóan. Egyébként Feri, a kérdésedre válaszolva, szerintem ennek van ennek a problémának egy olyan része, ami nem csak magyar specifikus, és nem csak ez a mostani kormányzat, stb. Azért a designer drogoknak a fogyasztás az egész Európában egy olyan problémát jelent, amire nincsenek nagyon jó válaszok sehol. Tehát most tanulja meg az európai társadalom, hogy hogyan reagáljon ezekre a designer drogokra. És akkor vannak ennek olyan részei, ami viszont Magyarországról szól, hogy egyrészt például nagyon kevés olyan ország van, ahol ennyire durván elterjedt a designer drogoknak az intravénás fogyasztása. Mondjuk így Románia, meg egy-két ország van még, ahol ilyen nagy problémát jelent az intravénás használata a designer drogoknak. Nyugat-Európában a designer drogok megmaradtak egy ilyen parti szcénában használt szerként, és amikor ilyen nemzetközi konferenciákon én mondom, hogy nálunk ez milyen nagy probléma, akkor mindig meg szoktak lepődni. Mert ott ugye elsősorban a designer drogok az egy olyan probléma, hogy hát, mint az ecstasy mondjuk, egy olyan szinten van. És hát a designer drogok, és valószínűleg ez az egész piac, ez még tovább fog, még bonyolultabb lesz a jövőben, és még kevésbé kontrollálható lesz. Tehát például, hogyha a jövő útjait nézzük, hogy hogyan fejlődhet tovább a drogpiac, akkor lehet, hogy mondjuk 10-20 év múlva már lesz otthon mindenkinek egy 3D-s printere, letölt az internetről egy applikációt, amivel egy bizonyos drognak az előállításához használatos applikáció, megszerzi a megfelelő alapanyagot, és akkor gyakorlatilag előállítja otthon azt a szert, amit akar, vagy hogyha még jobban, akkor mondjuk esetleg az is, hogy felállítja a saját genetikai térképét, és megnézi magának, megnézi az interneten, hogy mi az ő számára a legalkalmasabb drog, összeállít magának egy olyan koktélt, ami a legjobb, és akkor gyakorlatilag a dílerek helyét átveszik az applikáció dílerek. Tehát, hogy az emberek nem drogokat, hanem applikációkat fognak. Amíg a mindenki az, hogy belső mi a kontroll, a tudatmasságot és a nyilvánosságot, addig azt gondolom, hogy az ilyen típusú változásnak nagyon negatív következményekkel járnak. Nem tudom, rosszul látom, de hogy a designer szerep azért kétszer körül csoportosulnak, és kétszer próbálnak máshol, egyik az MDMA, a másik pedig a marihuana. Oka vetődik fel a kérdés, hogy akkor nem kellene ezt a kétszer legalizálni, és akkor ennek a kétszer, ha nem tudja alakítani ki az önökforrás politikát, vagy a drogpolitikában, mert nem tudjuk megkerülni. Úgy tűnik, hogy az internet felületelésével, a technológia közelkerülésével egyre nehezebb szembeszállni a más alapokkal. Hogy akkor mi lenne, hogyha visszatérnék az eredetihez? Szóval szerintem ugye ez az a gondolat, ami valóban ilyen gondolatkísérletként itt-ott-amott fel szokott bukkanni.
nincs felpróbálva a dolog, tehát hogy, és pláne nem Magyarországon, meg a mi geopolitikai kontextusunkban nincsen felpróbálva. Nekem egyébként, amikor ez az egész designer robbanás bekövetkezett, akkor az volt az érzésem, vagy a, nem tudom, hogy jó szóval, az a gondolat fogalmazódott meg a fejemben, hogy ez az egész dolog egy ilyen fricska tulajdonképpen a globális drogkontroll mechanizmusok kapcsán, és hogy az ilyen szintetikus szereket előállító laborok, azok tulajdonképpen nagyon okos emberek által pénzelt laborok, amelyek addig fogják feszíteni a húrt, ameddig a nemzetközi drogkontroll mechanizmusok ilyen értelemben tehetetlenné válnak. Tehát hogy ez az egész dolog, ez ki van találva. Nekem ez volt a benyomásom. Az a gondolat, amit te itt kedvesen felvetsz, hogy akkor talán az lenne a legcélszerűbb, hogyha nem vacakolnánk, hanem legalizálnánk. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan felvetés, ami jelen pillanatban olyan mértékben irreális, és annyira nem. Tehát itt lehet, hogy vannak a világnak olyan pontjai, ahol kevésbé az, kevés ilyen pontja van valószínűleg a világnak, de ez megítélésem szerint teljes mértékben irreális. És hogy, mint ahogy általában a viselkedés változtatása kapcsolatban is az a tapasztalat, hogyha a kívánatos célállapot az aktuális megoldástól fényévnyi távolságra van, akkor hiába állítod oda a kívánatos célállapotot, az a változás soha nem fog bekövetkezni. Tehát, hogy, és hogy azt már korábban is többetek megnyilatkozása kapcsán akartam mondani, hogy ez egy szép gondolat, hogy ez mennyire racionális. Az ember nem racionális lény, hanem racionalizáló lény. Tehát az ember, hogyha racionálisan működnénk és döntenénk, ne nézzem, milyen elsaborodottan ez a helyzet. Nekem így ez az egész, nincs is kedvem. Én megyek. Szerintem nem lehet. Szerintem sem. A szientológusok azok nem fognak erről a témáról leszállni, mint ahogy egyébként nagyon sok más témában is ők nyomulnak. Criminon nevű programjuk az börtönben fogva tartottakkal foglalkozik, a Narconon foglalkozik a drogfüggőkkel. Attól függetlenül, hogy milyen protokollokat, szakmai protokollokat, meg akkreditációkat el lehet fogadni, de alapvetően nem lehet azért teljesen kiszűrni ezeket a dolgokat. A rendőrség, azt meg éppen most beszéltünk róla, hogy hiába van ilyen szakmai akkreditáció, a magyar középiskolások nagy többsége az mégis olyan drogprevencióval találkozik, mint a South Parkban a Meki bácsi, hogy a drogok rosszak, ne drogozzatok. És ez tényleg jelenleg ez még mindig azért az alap az iskolákban, amiről már így tényleg évtizedek óta tudjuk, hogy ez nem működik, sőt gyakran bumeráng hatással jár. Pontosabban a DADA programról azt tudjuk, a Systematic Review alapján, azt tudjuk, hogy arra nem hat. Tehát, hogy a droghasználatra nincsen hatása. Egyébként nagyon jó lehet, mert például a rendőrségnek a társadalmi megbecsültségét remekül tudja fokozni. Remek cél. Igen. Hát ez egy fontos dolog, hogy a rendőrségben bízzon a társadalom, meg forduljon hozzá bizalommal. Arra például hat, de a droghasználatra nem. És a szientológusok meg nem most érkeztek meg a drogterületre, azt szeretném hozzátenni. Igen.
Hogy csak annyi, hogy amúgy ezek a vizsgálatok az amerikai DADA programra vonatkoznak, a magyarra kapcsolatban nincsenek. De van egy értékelő vizsgálat, van, csak mert az hogy... nem nyilvános. Okay. Egyébként a DADA program az jelentkezett ilyen akkreditációért, de nem kapta meg, elutasították. Ez ezt a rendőrségi tudjuk? Drogprevenció. Ezt tudjuk? Hós Tamás mondta. És az ellenszer is, ami a középiskolások. Nem tudjuk, hogy az jelentkezette. Azt vagy jelentkezett? Hát én nem mondhatom el, mert én részt vettem, mint értékelő. Bocsánat. Titoktartás. Kérdés van. Nekem három kommentárom lenne, az egyik, hogy az úr mondta ezt a kutatásokat, hogy igazából tényleg nagy először kidolgozott egy skálát, utána úgy mondom, hogy egy munkacsoportra a szerepekről... Nem is vettem észre, hogy itt van. Fekete piacon meg egyébként is van egy olyan trend, hogy a szerek általában egyre potensebb formában jelennek meg. Tehát amikor az alkoholtilalom volt az USA-ban, 1919-ben vezették be a szövetségi szinten az alkoholtilalmat, és akkor hirtelen eltűntek a piacról a sör meg a bor, és mindenki töményt kezdett el inni. És hát valóban az alkoholtilalom vége felé már megjelent az injektáló alkoholfogyasztás is. Mondjuk az ópiumnál is egy hasonló folyamat játszódott le, tehát az ópium szívástól eljutottunk az intravénás
intravénás heroin fogyasztásig. Kokain esetében ugye ott a koka levélből indult, koka levél rágása, ami egy évezredes hagyománya az Andok egységben, és ebből most már egy ilyen fehér por, sőt már a crack ugye, amit pipából szívnak az emberek. Tehát, hogy van egy ilyen trend, hogy a fekete piacon többnyire a potensebb formája válik elfogadottá ezeknek. Tudom még fogászni valami. Kicsit ilyen zárókérdésként, kinek a felelőssége jelen pillanatban ezzel a foglalkozni és artikulálni ezt az egyesülősabb problémát? Pedagógus, szocializációs átmenések, politikusok, lakosság, szomszédnéni. Hát így ebben a sorrendben. Én azt látom, hogy a politikusoktól kell kiindulni ennek a dolognak, mert hogy annyira érzékeny a téma, hogy önmagától tényleg csak a legbátrabb pedagógusok kezdenek el megfelelő információkat nyújtani egy osztályfőnöki órán, azt gondolnám, mert hogy félnek attól, hogy jó, és hogyha most itt a szülők, vagy az iskolába berendelt rendőr ezt megtudja, és azt mondja, hogy javalkotó. Tehát, hogy én a politikusok szerepét ebben az ügyben nagyon-nagyon nagynak tartom, különösen azután, hogy mostanában ugye exponálták magukat, és hiszterizálták a helyzetet, és nehéz ebben az ügyben megszólalni, hogy lazítsanak, hogy azt mondják bármit, hogy én azt... nem tüdőzt, legalább annyit, hogy nem tüdőztem le. Én szerintem, tehát politikussal én egyébként megpróbáltam, tehát én a... Nem a racionalitásra korábbi... beszélek, csak hogy mi lenne a jó. Nem, tehát hogy mondjuk a kettővel ezelőtti kormányban azzal a javaslattal értem, hogy én nagyon szívesen tartok akár a szocialista, akár az SZDSZ-es frakciónak továbbképzést kábítószerügyi kérdésekből, mert hogy végtelenül tájékozatlanok a... Tehát, hogy nem akarnék részrehajló lenni, és akkor gondoltam, hogy tartani nekik tájékoztatót, nem volt rá igény. Kicsit sem volt rá igény. Tehát én azt gondolom, hogy talán a politikusok mögött lévő bizonyára vannak ilyen értelmiségi holdudvarok. Szerintem kell, hogy legyen. És hogy talán azokkal lenne érdemes valamilyen fajta diskurzusba bocsátkozni, mert hogy ott elképzelhető, hogy lenne valamilyen fajta érdeklődés, vagy valami, tehát hogy valami fajta közös nyelvet találni. Egy politikussal nem fogunk tudni, tehát a szakember és a politikus között amúgy is egy hihetetlen szakadék feszül, és nem azért, mert gonosz feltétlenül a politikus, hanem annak egy teljesen más, annak más az antropológiája. Ja, persze. Nem, én úgy értettem, hogy milyen szféra, hogy mondjuk a pedagógia, mint szféra, nem, a politika, mint szféra, aztán ennek nyilván különböző. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar helyzetben, nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de nekem ők tűnnek a domino első. Igen, mert mondjuk ebben a, tehát azt a végső szituációt, amikor valaki valamilyen szert fog fogyasztani, azt nagyon-nagyon sok tényező befolyásolja, a fizikai környezettől, a gazdasági környezettől elkezdve, a politikai szférán keresztül, egészen a társadalmi közegig, tehát hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy amúgy mit érdemes fogyasztani, vagy hogy érdemes, vagy mi az, ami elfogadott, és mi az, ami nem. Tehát ahhoz, hogy ez a szituáció megváltozzon, azért ahhoz ennek az egész környezetnek kell valahogy megváltozni, és hogy ebben hol lehet úgy belenyúlni, hogy ez hatásos legyen. Szerintem mindenkinek van felelősség, mert a szakmának megvan a felelősség abban, hogy konzekvensen és folyamatosan mondja, hogy mi az, ami most a szakmálás, vagy a tudományos bizonyítékok, mi az, ami alátámasztanak, és mi az, ami működik. És nyilván a politikusoknak is megvan a felelősség abban, hogy példát mutassanak mondjuk, hogy mi az, amit lehet, és vagy szóval mi az, amit nem, és kire lehet kilövési engedélyt adni, és kire nem. Tehát, hogy szerintem, tehát én nem tudom, a politikusoknak nyilván van ebben felelőssége, de hogy a szakmának is van. Én onnan tudom, hogy kint van az
mit csináljunk mi itt? Itt vagyunk fiatalok is, hát ügyvezetett kézzel, és várjunk, hogy a politikusok újra elkezdenek, vagy tűzoltásként csinálni valamit. Én csak azt szeretném mondani, hogy hát azért a szakembereknek ilyen értelemben nem reménytelen a sorsuk, szerintem, mert vannak azért szakmai szervezetek, meg ernyőszervezetek. Tehát mondjuk itt mi az asztalnál képviselünk két ernyőt helyből, mert én, mint a Magyar Addiktológiai Társaság, te, mint az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete, vannak szakmai ernyőszervezetek. Itt van a MADÁSZ, Magyar Drogterápiás és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, tehát tele vagyunk... Bocsánat? Drogprevenciós. És mit mondtam? Drogterápiás. Bocsánat. Hát mi négyen írtuk ezt a levelet, igen. Tehát, hogy mármint ez a négy szervezet, de hát ezek létező, tehát ezek nem csak leveleket szoktunk írni, hanem van egyéb tevékenység, és hogy ezekhez érdemes kapcsolódni. Viszont igen, ez egy alapvető probléma, hogy azok, akik a szakmában dolgoznak, azoknak is a nagy része passzív, tehát hogy nem vesz részt különféle ilyen érdekérvényesítő tevékenységekbe, hanem így van egy olyan mentalitás is, hogy valaki más kaparja ki a gesztenyét, és hogy az biztosan segítene, hogyha például ezekben a szakmai ernyőszervezetekben lenne több aktív fiatal, akik mondjuk segítenének ezekben a különféle lobby tevékenységekben, és nem mondjuk mindig ugyanaz a 10-15-20 ember lenne, akik ezekkel foglalkoznak. De szerintem pont ezt érzem, hogy szerintem magára lett hagyva ez a probléma, de hogy így kicsiben el lehet kezdeni dolgokat csinálni, mert igazából mi is ezt csináljuk, szóval hogy meg kell keresni, azt szerintem, hogy mi érdekel téged, és ott azért így szerintem lehet. Szerintem van ebben, mert az első 2000-es évek elején kapcsolódtak be a politikába, és akkoriban többen érkeztünk így fiatal szakértők itt ebben a térbe, és utána nem jöttek emberek, nem jöttek hallgatók, csordogáltak, pszichológus hallgatók itt néha-néha. Az utóbbi időben, amióta Fiskén kicsit ilyen rázadásszerű a részüket a problémában, megint érkeznek arra a fiatal nagyon jó szakemberek. Elsősorban a szociológus hallgatók, ez szinte minden tudományosan rendőr, azok, akik valami új szintet csináltának, akik keresik egy kicsit ilyen amerikai felfedező részt. És hogy ilyen szempontból ez egy ilyen pozitív változás, mert én úgy emlékszem, hogy azt, hogy egyetemen erről beszélünk és dolgok is úgy generálunk, ez egyszer lehet, tehát ne hagyjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, és akkor észrevőjtnek, hogy eljöttek és elfogadtak a meghívásokat. És senki nem drogozott. Nem szabad. Tilos.